Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. A legtrendibb és legmenőbb szolgáltatások is megtalálhatók voltak hétvégén az esküvő kiállításon. Mutatjuk is a részleteket. Az esküvő kiállítás két napja során 53 szolgáltatót ismerhetett meg közelebbről a közönség. A nagy napra készülve a menyasszony és a vőlegény is megismerkedhetett a legújabb trendekkel, és megtalálhatta azokat a kellékeket, amelyekre szükség lehet. Mi jellemzi a 2019-es esküvői ruhatrendet a női vonalon? A 2019 nagy változás a tavalyi évhez képest, hiszen a ruhák jellegében is és nagyságában is megváltoztak, a mennyasszonyok igénye is ezzel együtt. Most már nem a nagy hercegnős ruhákat kedvelik a hölgyek, hanem inkább a finomabb vonalú, keskenyebb ruhákat, amit egyszerű viselni, amiben egyszerű közlekedni, amit egyszerű felhúzni a nagy napra, és egész éjszaka rajta tud lenni a mennyasszony, anélkül, hogy feszélyezné, feszengene benne. Mennyire trendi még ma mondjuk egy fájtlat felvenni az esküvőre? Mennyire keresik a fájtlat? Nagyon érdekes, hogy a lányok abszolút nem szeretnének fájtlat viselni, viszont azért az édesanyák, és én is egy ilyenkorú hölgy anyuka vagyok, mindig kérik, hogy a gyermekeik tegyenek fájtlat, és mindig szoktam kérni a mennyasszonyokat, hogy legyenek olyan jók, hiszen anyára legyenek tekintette, és igazából azt gondolom, hogy egy esküvői ruhának a maximális szépséget egy fájtyol adja meg. Gyűrű az, amire leginkább gondoltatok, anyagát, formáját tekintve? Hát anyagában mindenképpen ami erősebb. A formáját és a kialakítást nem a hölgy tudja, mert én majd csak hordani fogom, amikor hordani fogom, mert villanyjal foglalkozom, de a hölgy most megmondja, hogy mi erre gondoltál. Hát mindenképp, semmiképpen sem sárga arany, hanem valamilyen fehér arany, vagy ilyesmi félét szeretnénk. 17. alkalommal vagyunk jelen a Novotelben. 15 éve és 17. alkalommal, hiszen most már ősszel és januárban is van már kiállítás. Hogy milyen seregszemle ez tulajdonképpen, ez gyakorlatilag felvonultatja A-tól Z-ig a szakmát, pontosan azért, hogy a látogatók számára mindent meg tudjunk mutatni. Ami jellemzi az esküvőkön a virágtrendet, hogyha így mondjuk alakul ez, változik-e mondjuk 2019-re? Minden évben változik, de érdekes módon a 2018-as év lilája egy kicsit átvonul erre az évre is, tehát 2019-ben is divat a lila még mindig. Aztán az is nagyon fontos, hogy a ruhatrendekben milyen színeket használnak a tervezők, meg milyen színeket használnak a mennyasszonyok a ruháikban, tehát ehhez kapcsolódóan mi is alkalmazkodunk, virágosok. Mi az, amit leginkább keresnek a párok, hogyha a videóról, fotózásról van szó? Legelterjedtebb csomagok most nagyjából úgy néznek ki, hogy általában készül egy 5 perces klip az egész napról, ami ugye a közösségi médiában abszolút megosztható, illetve egy 60 perces hosszabb összefoglaló, az nyilván szintén a nap teljes egészét befogja. Általában most nagy díjat, hogy a készülődéstől már egészen a mennyasszonytánc végéig, nagyjából ezek az általános kérések, de vannak ettől eltérőek, valaki rövidebbet, hosszabbat szeretne, ez nyilván a megrendelő igényéhez igazodik itt mindenki. Látok itt egy drónt, ami azt gondolom, hogy nyilván arra ad lehetőséget, hogy kicsit távolabbról is felvegyük magát az esküvőt. Mennyire keresik ezt a lehetőséget a párok? A drón még az esküvőkén én úgy látom, hogy nem feltétlenül elterjedt, nem így keresik olyan nagyon sokan, akik viszont keresik, ők viszont nagyon konkrét elképzeléssel keresik, tehát mondjuk, hogy éppen a templom előtt szeretnének készíteni egy olyan fotót, hogy a násznép beáll például egy szívformába, és azt föntről felvenni, illetve mondjuk, amikor éppen átmennek a lakodalom helyszínére, akár a templomból. Tehát akik keresik a drónt, ők nagyon határozott elképzelésekkel keresik, de még mindig nem ivódott be teljesen szerintem az esküvői videózás, filmkészítés tudatába a drónozás. Érkeztetek ide, mi mindenre keresitek még a választ az esküvő kapcsán? Hát igazság szerint zenét szeretnénk, dekoratőrt és valami finom sütit, hogy megteljen a hasunk.
Vannak-e már ötletek, mondjuk, hogyha a dekorációt nézzük? Vannak. Ötleteink vannak, aztán meglátjuk, hogy mit tudunk megvalósítani belőle. Találunk-e olyan szolgáltatót, akivel meg tudunk egyezni. Hogyan is érkeztetek ide, mi mindent keresel-e? Megvan-e már esetleg a mennyasszonyi ruhád, vagy bármi, ami a mennyasszonysághoz kapcsolódik? Még a ruha az nincsen meg. Van itt lehetőség szelfizni egy ruhával, és nagyon szeretném megnyerni, úgyhogy majd fel is töltöm a képet, és bízunk a szerencsében. Hát igen, még dekoros szeretnénk, meg zenekart, vagy DJ-t még nem döntöttük el. Bízunk benne, hogy találunk megfelelőt. Mi az, amit leginkább keresnek az ifjú párok, amikor a cukrászatot felkeresik esküvői torta ügyében? Ez egy jó kérdés. Hát a legfőképpen a mennyasszonyi torta az, ami a kardinális, tehát hogy az arra nagyon konkrét elképzelések szoktak jönni. Ugye több stílus van, van, aki a nagyon egyszerű, nagyon letisztult, van, aki a naturális, kövirózsás, fa hatású, aztán van, aki a díszesebb, sokvirágos, és van, aki a csillogó, strasszköves, tehát hogy mindenkinek más a vágya, meg általában az esküvő stílusához fog passzolni a mennyasszonyi torta is, színvilágában is, bohókásabb, vagy egyszerűbb, sokszínű, vagy tényleg letisztultabb. Mindenki olyat választ, ami neki a szívének a vágya. Általában konkrét kérések jönnek, már szoktak hozni a párok fényképet, hogy mi az elképzelés, mi a színvilág. Szokták tudni, hogy körülbelül hányan lesznek, ehhez ajánlunk mennyiséget. Ugye a mennyasszonyi tortából illik mindenkinek egy szeletet kapni. Én azt szoktam mondani, hogy mindenen lehet tórolni, de a mennyasszonyi torta az az étkezés csúcspontja. A pároknak az egyedi elképzeléseit valósítjuk meg, leginkább fából, természetes anyagokból. Milyen kérések szoktak általában érkezni, milyen megrendelésekkel foglalkoznak? Hát egész különböző megrendelések vannak, esküvői emléktábláink, amikkel felírják a vendégek a nevüket, akkor vannak köszönő ajándékok, amiket adnak, például pohárral átétek, kulcstartók, ilyen különböző dolgok. Elsősorban dekorost keresünk, aztán hát nagyjából már egy csomó mindennel meg vagyunk, tehát megvan mondjuk az ő ruhája, az én ruhám, a helyszín, ugye az volt a legfontosabb, hogy mielőbb lefoglaljuk. Hát ilyen apróságok, torta, nem tudom, most hallottam ötletnek, hogy köszönő ajándékot szokás adni, körbenézünk, hogy mik az új trendek. Így említetted ugye a dekorációt. A dekorációban ilyenkor az ember már ugyanide, hogy vannak elképzelései, hogy milyen anyagot szeretne, milyen színekben gondolkodtok? Nem, nekem totálisan nincs meg. Szerintem neki sincs elképzelése, hogy mit szeretnénk. Pontosan azért jöttünk, hogy ötleteket is gyűjtsük, illetve ugye, hogy megnézzük, hogy manapság mit szokás egy esküvőn tartani, rendezni. Mennyire kellendőek szerinted ezek a kicsit különlegesebb ajándékok? Mert azt gondolom, hogy ez egy különleges köszönő ajándék a többi feladatához képest. Igen, ez nem a hagyományos hűtőmágnes kategória. Úgy veszük észre, hogy szeretik az emberek, különleges, hogyha az mézzel is fogy belőle, akkor a kis üveget elteszik emlékbe, kiteszik a polcra. Fiatalos és nagyon sportos, elegáns ruhákat próbálnak keresni az úriemberek, illetve nagyon nagy divat most a karcsúsított fazon, ami hát mondjuk meg néha jól áll az embereknek, néha nem. Próbálunk nekik jó tanácsot adni, hogy megfelelő öltözködés, megfelelő megjelenésbe tudjanak megjelenni az adott rendezvényen. Nagyon nagy választékban tudunk a rendelkezésre állni az ügyfeleknek, akár egyedi méretben is, és akár konfekció méretben is a rendelkezésükre állunk. Ez akár az ingek tekintetében is, és akár az öltönye tekintetében is így van. Hogyha a színeket nézzük, akkor a férfiak milyen színt keresnek az esküvőre? Hát olyan 80%-ban a világos és a kék fele hajlanak többnyire. Egy olyan a maradék
20%, 10-20%, azt mondom, hogy inkább a szürke, fekete irányába mennek. Mindenkinek az a szempont, hogy én csak egyszer veszem föl erre az alkalomra, de próbáljuk azt tanácsolni, hogy olyan típusút válasszanak, amit esetleg máshova is, esetleg egy farmerral, a zakót, egy sportzakó jellegűen tudják még később is hordani. A két nap alatt több száz ember fordult meg az esküvő kiállításon, amely minden évben azért várja az ifjú párokat, hogy minden fontos összetevőt, kelléket, szolgáltatót egy helyen megtaláljanak a nagy napra. A farsang nem múlhat el fánk nélkül. A következő percekben megmutatjuk, hogy miként nem lehet elrontani ezt a finomságot. A farsangi időszakhoz hozzátartozik a fánksütés, amelynek nagy hagyományai vannak Felsővároson. Az itt tevékenykedő hagyományőrző csoport nem csak az édességet készíti el ebben az időszakban többször is, hanem öltözetében is hozzájárul a hagyományok ápolásához. Milyen jellegzetes ruházata van a felsővárosi asszonyoknak, férfiaknak? Hát a hagyományos blúz. Ennek az a jellemzője, réklinek hívták régebben, ennek az a jellemzője, hogy smokkolt, tehát nem simán levart, hanem levarással, hímzéssel díszített smokkolt blúz. Régebben a gallért, a kézelőt, azt nagyon sokszor slingelték, hímezték, ami ünnepi ruha volt, az jobb minőségű anyagból, selyemből készült, a szoknya is esetleg selyemből készült, a hétköznapi az pedig egy ilyen egyszerűbb volt, téli, vastagabb, ezek alábillert blúzok, meg vannak nyári, vékonyabb anyagból készült. Ez eredeti blúz, de vannak olyan blúzaink is, amit már úgy csináltattunk, utána én megtanultam smokkolni, tehát az én saját blúzomat már én úgy vartam ki, ami otthon van, egy vékony blúz. A nagyon jellemző a fekete ünnepi kötény, a szoknya az bőszoknya, alsó szoknyával bokáig érő, a kötény pedig 5 centivel legyen rövidebb, mint a szoknya hossza, és úgy viseljük a kötényt, hogy a rékli fölött, mert általában rékli alatt mi a rékli fölött viseljük a kötényt. Ami még nagyon jellemző, a felső kendő alá a konyhkendő, ez egy jellemzően megkötött, összerakott kendő, aminek tartása kell, hogy legyen, ami megtartja a felső kendőt, amikor utcára megyünk. Ez pedig egy otthoni viselet. Mennyire jellemző egyébként, hogy ezt a ruházatot magukra öltik, és milyen időszakban szokták? Hát ezt, ha valahova meghívnak bennünket azért, hogy képviseljük ezt a városrészt, akkor mi nagyon szívesen felvesszük, gyűjtjük a ruhákat, nagyon sokat itt a Jutkánál őrzünk. Én is, amit összegyűjtöttem, már idehoztam, tehát ő a gyűjteményünknek a megőrzője, és ha kell, akkor páran felvesszük. Lányok inkább, fiú ruhánk az kevesebb maradt meg, az is jellemző a férfiaknak a ruházata, csizmanadrág, kemény szárú csizmával, de ebből sajnos eredeti darabot keveset tudtunk megőrizni. A lányok ruháiból jobban megmaradtak. Milyen hagyományok maradtak itt fent, még Felsővárosban? Mi az, amit még tartanak itt farsang időszakában? A farsangibát mindenképpen. És nálunk, mivel ugye a farsang idejére esik mindig ugye a Sebestyén a templomunk védőszentje, ezért még nálunk itt a Felsővárosban pár családnál él, hogy ilyenkor Sebestyénkor farsang idején meghívjuk a alsóvárosi, a vízivárosi, meg a város többi részén lakó rokonságot, és akkor ők ilyenkor jönnek, eljönnek a Szentmisére, és a Szentmise után hozzánk jönnek ebédre. És akkor itt a nagynénik, nagybácsik megváltják a világot, elmondják, hogy mi történt tavaly évben, és ma jövőre jönnek megint. Aztán meg a farsangi bál, amit azért minden évben megtartunk. Igaz, hogy már kevesen vagyunk mi a mi kis köreinkből, de a farsangi bált mindig megtartjuk. Milyen jellemzője van a farsangi bálnak? Ezt hogyan kell elképzelnünk, ez egy batyús bál akkor ezek szerint? Igen, akkor, igen, így igaz. Akkor, amikor mi még fiatalok voltunk, ez akkor is batyús bál volt, és most is batyús bál. Megsütjük, megfőzzük, beöntjük a kancsóba vagy a devizsomba, aztán szépen nekiindulunk, a fiúk hozzák a bort, az itókát, az innivalót, mi megvisszük az ennivalót, meg a süteményeket. Milyen jellegzetes ételek vannak így a farsangi időszakban Felsővároson?
ami el nem maradhat, tehát az ugye sehonnan nem maradhat el, az a rántott hús. Most itt beszélhetünk itt ugye a disznóöléses időszakról, de már az úgy kiment a divatból, tehát már nem viszünk hurkát, kolbászt, viszünk egy kis rántott csirke combot, viszünk rántott húst, fasírozottat, tehát olyat, amit fölkapunk, aztán csak két beszélgetés között gyorsan be is kapjuk. A csomó pogácsát, Jutka barátnőm nagyon-nagyon finom pogácsákat, és sose jön. Hájas tészta, aztán de fánk, tehát csöröge fánk, a sima fánk, ilyenek vannak. Ilyen hagyományos, illetve ilyen sütemények, hogy krémes sütemény, meg azokat is sütünk, de azok nem annyira jellemzők. Mi jellemzi a farsangi fánknak a receptjét itt Felsővároson? Hú, sok tojás, sok házi tojás. És az nagyon szép sárgája van, reméljük ez is sárga lesz. És nagyon, most aránylag nagyon szépen is tojnak a tyúkok. És az, amit én lemostam most a kezemről, ott van az a tyúkoké, mert állítólag az a régi farsangi népszokás, hogy amit lemorzsolunk a kezünkről, attól tojnak jobban a tyúkok. Igen, és ezt nem szabad a szemétbe rakni, hanem a tyúkok kapják meg. Honnan van ez a recept, amiből készíti ön a fa? A nagymamámtól. Utána az anyu, nekem már az anyukám diktálta le, de ez még a nagymamáé. Mit kell tudni egyébként egy jó farsangi fánknak a receptjéről? Hogyan kell ezt elkészíteni, előkészíteni? Mi minden kell hozzá, hogy ez úgy sikerüljön? Hogy csöpög az eszteni, ahogy mondja a szájhagyomány. Ki kell dolgozni nagyon. Nagyon. Elváljon az edénytől, hólyagos legyen, sima. Ezt én azért rásegítem egy-két földhöz vágásra, de csak ennyi. A finom, puha fánk receptje a következő. A legfontosabb a tojás, amelyből 1 kg liszthez egy egész tojáson kívül 8 darabnak a sárgája szükséges. 3 evőkanál rum, 8 dekagram élesztő, 0,5 dl tejszín, csipet sütőpor és 3 evőkanál kristálycukor. Hogy a rum az miért is kell minden farsangi fánkban? Amit olajba sütünk, abban mind jó olajat tenni, vagy rumot tenni, mert taszítja az olajat. Tehát nem vesz be annyi olajat, mint ha valaki nem tesz bele rumot. Csak ez a szerepe, semmi egyéb. És beszélt nekem arról is, hogy kiváltotta most már az egyik összetevőt egy másik összetevővel, ami hát picit modernebb összetevő, mint amit... A vaj helyett az anyukám még vajat használt, kis darab vajat, ugye nagyon picikét. Én most tejszínt használok helyette, mert régen mindig elfelejtettem kivenni a hűtőből. Hideg volt, nehéz volt eldolgozni. Ezért próbáltam meg ezzel, és ezzel is finom. A bedagasztott tésztát a ház meleg helyére teszik kelni az asszonyok, paplanba bugyolálva, hogy a lehető legjobb állagot érje el a kelés ideje alatt. Picike. Amikor a tészta megkelt, ez körülbelül fél óra, 40 perc, jöhet a nyújtás. Ezt úgy mondták régen, hogy kicsinálják a tésztát, tehát kiveszik a vajlingból, és akkor ki kell szaggatni. Addig az olaj megmelegszik, de nagyra ne tedd, Ildikó, mert még egy 10 percet kell vele várni, hogy újra picit kelljen. Mennyire vékonyra kell kinyújtani a tésztát? Hát, körülbelül olyan 1 centire. Picit nem baj, ha... mert amúgy is, tehát ruganyos a tészta, összeugrik egy kicsit. Ezt le is kell egy kicsit majd mindjárt akarni a kiszaggattait. És mennyi perc kell neki körülbelül? Annál nem sok. 10-15 perc. A hőfoktól is hűl. Valamikor itt most hűvös van szerintem. Ennél most hideg. Melegebbet szoktunk csinálni, igen. Na mindegy, úgyis összegyúrod, Ildikó, úgyhogy most nem vigyázok arra, az, hogy... Az, hogy szalagos legyen a fánk, ahhoz az kell, hogy még pihenjen a tészta? Vagy igen. Ahhoz az összetevő a legfontosabb? Nem, a szalaghoz kell a...
pihenés. Megmondom őszintén, hogy amit én most tudok, azt már az önkoromban. Az anyu nem engedett be bennünket a konyhába. Ő úgy mondta valaha, hogy ő ideges volt ilyenre, és azt mondta, hogy inkább én csinálom, mint hogy te segítsél. Tehát bármit, de később tanult meg az ember. A fánksütés sikerességéhez forró olaj szükséges. Egy nagyon jó kis tudsz. És nem is drága különben. Na, a lényege, hogy fölvesszük, és ez a fele kerül alulra, egy picit megnyomjuk, és ment az olajba. És akkor benne az olajba. Én azt mondom, hogy megnyomjuk? Nem, csak a körülbelül. A fánk elmaradhatatlan kelléke, a porcukor is rákerül a farsangi édességre minden alkalommal. A baracklekvár pedig szintén hozzátartozik az ízvilághoz. Fenyegetés, zsarolás, cikizés, ilyen és ehhez hasonló veszélyek fenyegetik a gyerekeket a világhálón, és sajnos gyakran az is előfordul, hogy ezek a fiatalok a szüleiktől sem mernek segítséget kérni, annyira megijednek. Az UNICEF kutatásai szerint 150 millió gyereknek, a 13 és 15 év közötti diákok felének volt már része iskolai erőszakban. Magyarországon a kamasz diákok 25%-a nyilatkozott úgy, hogy bántalmazták az elmúlt néhány hónapban az iskolában, 38%-uk pedig verekedett az elmúlt egy évben. Az iskolai erőszak legdurvább típusa a fizikai bántalmazás. Emellett a düh és az agresszió szavakban vagy internetes zaklatásban is megnyilvánulhat. A gyerekeknél általában az otthoni problémák okozzák ezeket a viselkedészavarokat, de az alsó és felső iskola közötti átmenetet is nehezen dolgozzák fel a lurkók. Az agresszió mindig egy tünet a gyermek viselkedésében. Hogyha azt mondjuk, hogy mi az, ami kiváltja, a családban keresendő ennek nagyon sok esetben az oka, az a gyermek, aki agresszív egy közösségben, valamilyen szempontból frusztrált, valamilyen szempontból feszültségekkel küzd, és hogyha nem működnek a fékjei, akár a családi neveltetéséből fakadóan, akkor ez a belső feszültsége külső agresszióban ölt testet. Tehát ez lehet akár társai bántalmazása is, vagy esetleg a tanárokkal nem úgy viselkedik, ahogy kéne? Igen, az iskolai agresszió és az agresszió is különböző formákban jöhet elő. Tehát nem csak fizikai agresszióról beszélünk ilyenkor, amikor megütik egymást a gyerekek, vagy szétszórják egymás holmiát. Ugye ide tartozik a csúfolás, az agresszió kifinomultabb változata az internetes zaklatás. Ugye ezt a cyberbullyingot most már egyre gyakrabban halljuk, ez is egyre elterjedtebb a gyerekek között. Ez az agressziónak az egyik változata. Gedő Ágnes szerint rendszer szintű megoldásra van szükség. Az a tapasztalat, hogy ha a gyermek agresszív a viselkedése, akár honnan ered az agresszió, az iskolában sok mindent lehet tenni, hogy ezt kezeljük. De mindig rendszer szinten kell gondolkodni. Tehát nem csak az agresszív gyerek viselkedését kezeljük egyénileg, hanem az osztállyal is lehet dolgozni, és az iskola rendszerében is lehet beavatkozni a hatás elérése érdekében. És ez elég? Tehát ugyanabban a közegben megy haza. Hatásos lehet ez a forma? Egy
egyébként? Hát mindenképpen az egyéni kezelés is fontos ilyenkor. Az egyéni kezelés az a gyermek egyéni kezelését jelenti, akár nevelési tanácsadás ellátás keretében, akár családterápia keretében, ami viszont már a családra fókuszál. Nagyon jók a rendszer szintű együttműködések, akár a védőnői hálózattal, a szociális munkásokat. Tehát mindenképpen rendszer szinten kezeljük a problémát, jó esetben úgy, hogy abban a család is érintett. De egyébként én azt gondolom, hogy az iskolában nagyon sok mindent lehet tenni, hiszen a gyerekek nagyon sok időt töltenek az iskolában. Viselkedési problémákat okozhat az is, ha a szülők és a gyerekek között nem megfelelő a kommunikáció. Elengedhetetlen a minőségi együtt töltött idő, valamint az érzelmek megélése és a személyes kapcsolatok ápolása. A verbális hibák között elég gyakran előfordul, hogy rengeteget tiltják a szülők a gyerekkel. Tehát folyamatosan elhangzik a nem szó, amivel gátakat szabnak a gyerekeknek. És akármilyen hihetetlen is, nemek nélkül is lehet gyerekeket nevelni, meg jó szülőnek lenni, alternatívákat kínálni, és nem beszorítani a gyerekeket büntetési rendszerekben. Tehát, hogy ezek felé próbálom terelni az itteni szülőket is, hogy egy kicsit oldottabban, egy kicsit pozitívabb szemlélettel próbáljanak hozzáállni a gyerekneveléshez. A szakemberek szerint egyre több családot érintenek ezek a problémák, ez pedig leginkább a felgyorsult világ és a technika rohamos fejlődése idézi elő. Egymás zaklatása pedig az iskolában is folytatódik, sajnos egyre több gyerkőc esik áldozatául az iskolai erőszaknak. Illegális tartalmak, zaklatás, adathalászok, számos veszély, mellyel a gyerekek és a tinik az interneten találkozhatnak. Jellegzetes hiba, hogy a fiatalok túl sok személyes információt osztanak meg a közösségi oldalakon, válogatás nélkül bizalmas hangvételű fotókat tesznek közzé saját magukról és barátaikról. Egyik fő motivációjuk az ismerkedés. Öntudatlanul is barátokat, kapcsolatokat keresnek a neten, ám ha nem elég körültekintőek, könnyen áldozattá válhatnak, így véli a székes Fehérvári gimnazista fiú. Hogyan, milyen trükkökkel próbálkoznak, ha lehet ezt így mondani, a fiatalokat hogyan zaklatják? Hát nagyon sokszor fordul az elő, mondjuk esetleg lányok esetén, hogy idősebb fiú próbálkozik be, akár hamis profilképpel is, meg ami még nagyon gyakori, hogy idősebb felnőttek az éppen kiszemelt áldozatnak mondjuk érdeklődési körét próbálják meg becélozni. Mit tud tenni az ember, hogyha belefut egy ilyen dologba? Hát nagyon fontos mindenképpen az, hogy szülővel, felnőttel, esetleg barátokkal is, ha nincsen más, meg kell ezt mindenképpen beszélni, mert ez lehet az egyetlen kiút. Neked sok ilyen zaklatás fordult elő az ismerettségi körödben? Fordultak elő, nálam is próbálkoztak például ilyennel, engem ugye nagyon érdekel a hajózás. Egy hajós kapitány volt, aki írt nekem. Miután gyanús volt, hogy elég sokszor mondta, hogy találkozzunk, elég női stílusban írt igazából. Kiderült az úriemberről, hogy 30 éves, és egy beszélgetés során kiderült, hogy van egy 16 éves barátja, és homoszexuális. Ekkor leesett, hogy valószínűleg nem a hajót szeretné nekem mutogatni. Egy gimnáziumba jársz, panaszkodtak hasonlóról az osztálytársaid? Több lányismerősömmel is fordult elő ilyesmi eset. Például az egyikkel történt az, hogy megismerkedett egy nálánál sokkal idősebb fiúval, a lány 12 éves volt, a fiú pedig 19. Először össze akart vele jönni. A lány ugye nemet mondott, a fiú azután pedig különböző képszerkesztő programokkal összeszerkesztett egy nem éppen előnyös képet a lányról, és azzal fenyegette a lányt, hogy ki fogja ezt rakni Facebookra, hogyha nem jön vele össze. És hogyan oldódott meg a lánynak a problémája? Merte szólni a szüleinek, illetve hogyha nem mert szólni, vagy ha nem mernek szólni, akkor mivel indokolják? Nem mindenkivel lehet ezt megbeszélni, és a szülők sincsnek mindig felkészülve arra, hogy ilyen témákra tudjanak reagálni, meg sokszor egyébként tévesen is gondolják azt a gyerekek, hogy ilyenkor ők lesznek leszidva, el lesz véve a telefonjuk, okos eszközük, bármi, meg kell szakítaniuk a kapcsolatot a külvilággal, úgyhogy általában ezért nem szoktak mondani semmit se. Mire hívnád fel a kortársait figyelmét? Kamu profilokkal nagyon kell vigyázni. Nagyon feltűnőek ezek a kamu profilok, nagyon a nevük is akár érdekes lehet, a kép is olyan, hogy láthatóan rosszabb minőségű, máshonnan van beszerezve, meg az olyan profilokkal, akik mondjuk találkozni akarnak velünk, nincsenek semmilyen ismerősei rajtunk kívül, nincsenek posztok, az ilyenekkel például nagyon kell vigyázni, mert valószínűleg nem azért akar találkozni velünk, hogy megismerkedjen, vagy úgy ismerkedjen meg, ahogy mi nem szeretnénk. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!